Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Október elején az almaszület közepén vagyunk. A gyümölcs a termelőnek megélhetést, a fogyasztónak élményt, a rászorulóknak viszont segítséget jelent. Hogy pontosan mire gondolok, hamarosan kiderül. Előtte nézzük, hogy még mivel várjuk Önöket a mai műsorban. Népszerű település, egyre többen költöznek a megyeszékhelyről Nyírpazonyba. Őszköszöntő almaszület, állami gondoskodásban élő gyermekeknek segítettek. Október 6. 172 éve végezték ki az aradi vértanúkat. Egyre népszerűbb a megyeszékhelyen élő körében Nyírpazony. Sokan költöznek a településre a fejlett városias szolgáltatások és az élhető környezet miatt. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Dubai László Nyírpazony polgármestere. Jó napot kívánok, polgármester úr, köszönöm, hogy itt van nálunk. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ezt akár számokkal is alá tudja támasztani, hogy tényleg egyre népszerűbb Nyírpazony a megyeszékhelyen élők körében? Így van, hogyha rövid, vagy viszonylag rövid statisztikai összegzés szeretnék készíteni itt népesség szám, lélekszám tekintetében, akkor azt tudjuk elmondani, hogy a 2000 volt az az év, amikor átléptük a 3000 fős létszámot, tehát ezelőtt egy jó bő 20 évvel. Most 3000, közel 3800-an, pontosan 3766 lakosa van a településnek, tehát ez egy több mint 30%-os emelkedés volt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép szám. Már a felkomban azért elmondtuk, de ön hogyan értékeli ezt a növekedést, illetve minek tudható be ön szerint? Szerintem ez egy nagyon összetett dolog, és több oldalról lehetne ezt megközelíteni, hogy miért is nőtt a településen a lakosság szám. Kétségtelenül az egyik legvonzóbb dolog, hogy nagyon-nagyon közel van a városhoz. Ugye ezer szállal kötődünk itt Nyíregyházához, akár infrastruktúra tekintetében, akár a munkalehetőségek tekintetében. Egyrészt ezért, másrészt én úgy gondolom, hogy, és a számok is alátámasztják, hogy a településen nagyon-nagyon jó a közbiztonság. Évek óta, sőt most már mondhatom, hogy azért évtizedre visszamenőleg sem volt olyan bűncselekmény, olyan esemény, amely a lakosság nyugalmát megzavarta volna. Nagyon-nagyon kevés a személyi és a vagyon elleni bűncselekménynek a száma, illetve ezek a számok is csökkenő tendenciát mutatnak. A harmadik pedig az intézményi infrastruktúránk, amelyben az elmúlt 10 évben azért jelentős előrelépés volt és jelentős fejlesztéseket végeztünk. Hadd mondjak erre egy-két példát. Megalapítottuk és megcsináltuk a családi bölcsődénket, amely 2015 óta üzemel. Ez egy teljesen új intézmény volt az előtti időszakhoz képest. Nagyon-nagyon sokat fejlesztettünk az óránkon. Elsősorban csoportszobák, illetve tornaszoba tekintetében bővült az intézmény, és nem utolsó sorban pedig az iskolában. 2011-től bevezettük az angol-magyar kéttanítási nyelvű iskolát, és a tapasztalatok azt mutatják, és a létszám is azt mutatja, hogy nagyon-nagyon sokan úgy döntöttek, hogy ott hagyják Nyírpazonyba a gyermeket az óvodáskor után, illetve nagyon sok olyan tanulója is van az iskolának, aki a környező településekről érkezett. Úgyhogy most már elmondhatjuk azt, hogy minden intézményünk teljes kapacitással működik ebben a pillanatban. Tehát akkor, és azt is el lehet mondani, hogy nem úgy funkcionálnak, mint egy tipikus alvó város, mert hogy ugye ilyenkor azért közben jön egy ilyen probléma, hogy ugye amúgy a munkahelyek a városban léteznek, a megyeszékhelyen, a fővárosban léteznek, ugye az agglomerációs körzetben, illetve a nevelési intézményekbe is odaordják a gyerekeket, de hát önöknél akkor megvan az infrastruktúra ahhoz, hogy ne kelljen behordani a megyeszékhelyre a gyerekeket, és a megfelelő színvonalú oktatás, mert ugye ez is fontos. Pontos, így van. Mi nagyon örülünk egyébként, és azt állandóan monitorozzuk is, hogy az óvodáskorú gyermekek számából mennyi az, aki a nyírpazonyi óvodába jár, és mennyi az a hány fő az a létszám, akit elvisznek, és azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb, tehát most már elnyűszű az az arány, akiket más óvodába visznek el a szülők, más óvodát választanak, és ugyanez jellemző az iskolára is, hogy egyre többen maradnak, és tényleg aki speciális oktatásban szeretné már általános iskolai szinten részesíteni a gyermekét, akár egy zeneiskola, például ők azok, akik tovább viszik, illetve a városban választanak iskolát, de a jelentős létszám, tehát arányaiban a 90% fölötti létszám, ez az általános iskolánkban is megmarad. Úgyhogy valóban a kérdésre válaszolva, ilyen szempontból nem tekintjük alvó településnek, hiszen akik kiköltöztek, az újak is, akik ott vannak velünk, ők is az intézményeinket látogatják a gyermekek által. És azért az, hogy egyre kedve
kedveltebb egy település, az másban is megmutatkozhat, lásd az ingatlan árak. No, erről mit lehet tudni? Tényleg önök is tapasztalják, jó, hát országszerte természetesen emelkednek az ingatlan árak, de mondjuk arányaiban véve önök mit tapasztalnak, mondjuk gyorsabban emelkedik Nyírpazonyban, mint más hasonló nagyságú településen? Igen, mielőtt az ingatlan árakról beszélünk Nyírpazonyban, illetve ingatlanokról érdemes beszélni, tehát azokról az ingatlanokról, akár egy telekről, hogy van-e eladó telek, azt tapasztaljuk egyébként, hogy egyre kevesebb, különösen belterületen azok a csupasz telkek, ahol van még nem történt építkezés. Ez értelemszerűen nagyon-nagyon megemelte az ingatlan árakat, egy 700 négyzetméternyi ingatlan az a legkisebb terület nagyság egyébként, amelyre lehet a településen építkezni jelenleg a helyi építési szabályzat alapján. Közmű nélkül egy olyan 5-6-7 millió forintos nagyságrend, ez szerintem egy elég magas szám, tehát valóban egy drasztikus emelkedés volt. Tudok extrém példát is mondani, ugyanerre más helyen, más fekvéssel 12-13 millió forintért mentett csupasz ingatlan, tehát nincs rajta semmi, még közmű sem, tehát ilyen árak vannak tólig értékben, és éppen néhány hónappal ezelőtt kért meg az egyik barátom arra, hogy segítsek neki ingatlanokat szerezni. Nyilvánvalóan meghatározta a paramétereket, lehet intézményhez közel, bolthoz közel. Hát bizony-bizony 3-4 ingatlanát többet nem tudtam mutatni, hiszen folyamatosan épülnek be a belterületi ingatlanok. És elindult egyébként egy tendencia is Nyírpazonyban, hogy mivel alig lesz most már a belterületen beépíthető telek, így a lakossági kezdeményezések vannak már arra, hogy azokat a telkeket, amelyek hosszan járnak le egy-egy utcában, azokat vizsgálgatják a lakosok, és nézegetik, hogy hogyan lehetne esetleg megosztani, és akár egy új utcanyitással ott kisebb telkeket kialakítani belőle. Erre már van azért példa egy-két utcában a településen, hogy valószínűleg a település szerkezet így fog egy picit átalakulni. Tehát akkor elmondható az, hogy Nyírpazony területileg is egyre nagyobb, akkor e tekintetben egyre nagyobb lesz. Így van, a lakott területben mindenképpen. Ezt egyébként mennyire segítheti az önkormányzat? Gyakorlatilag a helyi építési szabályzattal egy viszonylag nem is lazábban kezdett, de a jogszabályoknak megfelelően alakított helyi építési szabályzat nagyon-nagyon nagy könnyebbséget jelenthet a lakosok számára, akár egy utcanyitásnál is. Sajnos az infrastruktúra az, ami mindig meghatározó, akár egy áram-víz szolgáltatás tekintetében a bevezetése, ahhoz viszont a pályázati lehetőségeket keresni, és mindig elmondjuk egyébként a lakosoknak, akik összefogással szeretnének utcát nyitni, hogy abba olyan volumeni a beruházás nagyságrendje, hogy az pályázat nélkül nem tudjuk megvalósítani, tehát ahhoz keresni kell ezeket a lehetőségeket, mert máshogy azt nem lehet megcsinálni, ezt önerőből nyilvánvalóan nem lehet. Beszéljünk akkor a gazdaságról, ha már önerőről esett szó, hogy mennyire tudja fenntartani, eltartani magát az önkormányzat, a nyírpazonyi önkormányzat, és ugye mennyire nagy kihívás, avagy sem, ezeket az oktatási intézményeket üzemeltetni. Én mindig így kell benéznem azokat a lehetőségeket, hogy a polgármester kollégák és más önkormányzatok részéről, akik termelő tevékenységet végeznek, ami nagyon-nagyon sokat segíthet konyhába, más önkormányzatoknál nagyon jó példa volt, térburkolókövet gyártanak. Mi is végeztünk ilyen jellegű tevékenységet, amely tényleg nagy segítség volt pénz tekintetében az önkormányzat részére, levetek itt anyagi terhet. Addig tudtuk ezeket a munkákat akár közfoglalkoztatás keretében végezni, amíg a megfelelő létszám meg volt hozzá is erre, és hogy mondjak egy tendenciózus példát, 2010 végén, tehát ezelőtt 10 évvel, körülbelül egy olyan 100 fő volt az önkormányzatnak a közfoglalkoztató létszáma. Most 16-an vagyunk, 16 az összes fő, és 23 fős a keretünk. Ergo, tehát most a keretet sem, tehát a közfoglalkoztatói keretet sem tudjuk föltölteni. Ez azzal járt, hogy azokat a munkákat, amelyek elsősorban termelő tevékenységek voltak, azokat el kellett hagynunk, tehát leálltak a betongyártásaink, térburkolókőgyártások, ugyanakkor bár nem tudunk termelni. Gyakorlatilag olyan szinten csönkett le a közfoglalkoztatói létszám, hogy most már örülünk, hogyha az általános település üzemeltetési feladatokat, parkfenntartás, hóeltolás, virágosítás, ezeket meg tudjuk oldani ezzel a létszámmal, illetve néhányan dolgoznak még az intézményeinkben, és tényleg gyakorlatilag csak erre korlátozódik.
A gazdasági helyzete az önkormányzatnak nagyon-nagyon régóta azt az elvet valljuk, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónkért. Ehhez ragaszkodunk továbbra is, mert nem költekezünk feleslegesen, és nyilvánvalóan értelmetlenül nem adósítjuk el az önkormányzatot, éppen egy nagy dilemma előtt állunk, hiszen van egy megnyert pályázatunk iskolai ebédlő tekintetében, és a 50 millió forint, ami rendelkezésre áll a beruházás megvalósítására, most ugye az előzetes kalkulációk szerint 30 millióval kerül majd többbe, és mérlegeli most a képviselőtestület, hogy egyáltalán ilyen feltételekkel, hogy 30 milliót még bele kell raknunk valahonnan, is meg kell néznünk ennek a forrását. Egyáltalán megvalósítsuk a beruházást, vagy pedig nem. Tehát ez dilemma kérdése továbbra is, hiszen még az elmúlt 10 évben nem került arra sor, hogy az önkormányzat hitelt vegyen fel a gazdálkodásához, tehát egy viszonylag kiegyensúlyozott gazdálkodási pályán fut az önkormányzat. Beszéljünk akkor a fejlesztésekről, pályázatokról. Vannak olyan pályázatok, amelyek nem képeznek dilemma tárgyát? Igen, hál' Istennek nagyon sok jó hírrel tudok beszámolni ebben a tekintetben. Most jelenleg 12 önkormányzati pályázatunk fut, összesen 1,7 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy ha lefordítjuk, minden lakosra körülbelül 450 ezer forint fejlesztési összeg jut. Ez egy nagyon-nagyon beszédes szám. 20 éve vagyok a nyírpazonyi közéletben, de még az nem fordult elő, hogy egyszerre ennyi pályázat ilyen mértékű összeget mozgasson, tehát ilyen volumenű fejlesztés valósuljon meg a településen. Ezt, hogyha kicsit struktúrájában szétbontjuk, akkor vannak egy nagyobb volumenű pályázatok, nagyobb értékűek, itt gondolok a több százmillió forint értékű pályázatokra, és vannak a másik kategóriába tartozó elsősorban a magyar falus programok, amelyek egy olyan 5-30 millió forint közötti értékben mozognak, illetve a belügyminisztériumi pályázatok, amelyeket elsősorban útfejlesztésekre, vagy pedig járdaépítésekre használjuk. Egyik legnagyobb beruházásunk most egy tornacsarnoknak az építése. Meglepő módon egy néhány évvel ezelőtt végeztünk egy közvéleménykutatást, hogy a települési lakosok körében, hogy mely az a fejlesztési terület, amit szeretnék, hogy előre lépjünk, tehát konkrétan van-e olyan dolog, amelyet fejlesztünk a településen is. Nyilvánvaló, hogy először utak, járdák, csapadékvízelvezető árkok karbantartása volt a prioritás, de harmadik helyen egy tornacsarnoknak az építése volt a legnagyobb lakossági igény, és hál' Istennek sikerült megvalósítani a beruházást. Körülbelül a jövő év januárja, februárja az az időszak, amikor a lakosok használhatják, és természetesen az általános iskolai gyerekek is használhatják majd a tornacsarnokot. Egy elég impozáns épületről van szó, 20-40 méteres verseny kézlabda pálya mérettel folyik. A másik most induló beruházásunk épp a szerződés aláírása előtt áll, a kivitelezés tekintetében egy 28 férőhelyes pölcsődénk. Ez egy teljesen zöldmezős beruházás, 300 millió forint nagyságrendben. Egy olyan másfél év alatt valószínűleg el fog készülni, és tudják használni a helyek. Óriási igény van rá. Jelenleg egy 10 fős családi napközink üzemel, hát nem kell mondanom, hogy állandó túljelenkezéssel, tehát sorban állással, sőt most már ott tartunk, hogy vannak olyan szülők, akinek az kell, hogy mondjuk, hogy nézzenek más lehetőséget, mert biztos, hogy ameddig a gyermek lassan óvodás lesz, amire a bölcsődébe föl tudjuk venni. És volt egy másik toppos beruházásunk, amely szintén egy több százmillió forint értékű, egy cirka 300 millió forint, ez egy csapadékvízes pályázat. Csapadékvízzel az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok területen okozott dilemmát a településen, és nagyon örültünk ennek a pályázati lehetőségnek. Most körülbelül a település vízgyűjtő területének olyan egynegyedéről sikerült felújítani, ami víz összejön és lefolyik, úgyhogy ezeket a pályázati lehetőséget a következő toppos kiírásokban is keresni fogjuk, és akkor élni fogunk ezzel a dologgal. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm. Őszköszöntő almanapot tartottak Nagy Kálóban. A rendezvényen leszedett gyümölcsöt állami gondoskodásban élő gyermekeknek ajánlották fel. Részt vett a jótékonysági eseményen Nagy István agrárminiszter is. Kerecsen József járt az eseményen. A Szabolcs Néptánc Együttes tagjai ropták a táncot a nagykálói Tész telephelyén. Egy év kihagyással szervezte meg újra az őszköszöntő jótékonysági almanapot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Román István kormány megbízott szerint a megye gazdaságának egyik legjelentősebb pillére az almatermesztés, ezért kell segíteni az itteni gazdák piacra jutását.
Azt gondolom, hogy gazdasági értelemben az alma egy rendkívül fontos termék a megyének. Nyilván az a jó, hogyha jó ára van és minél inkább föl tudjuk dolgozni. De hát ezen kicsit túltekintünk, akkor sok ember számára érzelmi kérdés is az almához való kötődés. És a rendezvényt azt azért szerveztük meg, mert szeretnénk népszerűsíteni a megyében megtermett almát, egyáltalán az almafogyasztást. Nagyon fontos az, hogy a hazai piac, a magyar emberek, a magyarországi emberek hazai almát vásároljanak, és bízunk benne, hogy egy ilyen figyelemfelkeltő rendezvényel ezt hozzá tudunk járulni, és ezzel is tudjuk segíteni a gazdákat, meg mindenkit, aki kötődik valahogy az almához. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a szabolcsi almának a fővárosban és Dunántúlon is jó híre van. Hozzátette, ehhez a termelőknek rengeteget kell dolgozniuk, éppen ezért a lehető legjobb technológiai feltételeket kell megteremteni számukra. Szabolcs megyében az alma, az fogalom mindannyiunk számára, de nem csak a megyeiek számára, hanem az egész országban. Ez még így van most is, habár minden nap azon kell dolgoznunk, hogy ezt a jó megítélést, amit a szabolcsi alma szerzett az országban, ezt megtartsuk. Látom, amikor Budapestre viszek kóstolóba egy kis almát, akkor felcsillan a megajándékozottnak a szeme, hogy szabolcsi almára tesz szert, és nagyon örül neki. Ezt az elődeink munkája révén kapjuk meg, és nekünk ezt a lehetőséget meg kell becsülni. Azért vagyunk most itt, hogy ezt a jó hírnevet egy kicsit fényesítsük még jobban, és ezért folynak azok a beruházások a megyében, többek között ugye a Szabolcsi Alma Centrum, amely maximalizálni szeretné ezen lehetőségeket mind belföldön, mind külföldön. Az Alma Napon a résztvevők almaszedésbe kezdtek a nagykálói tésztelep helyének egyik fiatal ültetvényén. A friss gyümölcsöt a megyében élő rászoruló gyermekek kapják meg, melyhez a szövetkezet további 7 tonnát ajánlott fel. Tavaly az elmúlt évtized leggyengébb alma termését regisztrálták, a nagyon erős tavaszi fagyok rengeteg ültetvényben tettek kárt. Bár idén is az átlagnál több úgynevezett léjalma termett, az évtizedek óta itt termelő gazdák számára ebben az évben lényegesen jobbak a piaci kilátások. Ez ugyanakkor nagyban függ a nemzetközi piaci helyzettől is, ami a következő hetekben körvonalazódik. Nagykálóban ősi hagyományai vannak, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta termelnek almát. Az idei termés pedig nagyon változó, tehát vannak nagyon szép kertek, vannak viszont olyanok, ahol a tavaszi megfázás, ugye pici fagy miatt, meg erélyi probléma miatt is nagyon sok a nem étkezési minőségi alma. Tehát úgy gondolom, hogy egy közepes termés van. A piaci helyzet az gyakorlatilag akkor fog igazából kiderülni, ha szembesülünk azt, hogy Európában, alapvetően ugye Lengyelországban mi történt, milyen minőségű, milyen mennyiségben tudnak ők a piacra jutni, hiszen ők az egész világon kereskednek, és további az a nagy kérdés még, hogy ebből a termésből ők mennyit tudnak a szokásos világpiacaikon elhelyezni. Ha vissza a régi rend, amikor el tudták adni, akkor lesz egy kiegyensúlyozott piac, ha nem, akkor előfordulhat az idei tavaszi anomália, amikor gyakorlatilag tavasszal folyamatosan csökkent az almára. Alapvetően az úgy gondoljuk, hogy egy normál árszínnek kellene kialakulni. Az, hogy a termelési kedv valamilyen szinten megmaradja. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, az alma a világ harmadik legjelentősebb gyümölcse, ehhez mérten kell a fejlesztéseket megvalósítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Friss ültetvények telepítésére és korábbiak fejlesztésére ebben az évben is kaphattak támogatást a termelők, amivel nagy számban éltek a régió szakemberei. Nem véletlen, hogy az emberiség öntudatában a legrégibb jelképek egyike, a tudásfája, vagy a tiltott gyümölcs, szóval az emberiséggel egy időben, és az emberiséggel egyformán jelen van, jelen volt maga az alma, és kíséri az életünket azóta is, és az itt élőkét pedig kifejezetten.
hatása és jelentőség az elmúlt éveket tekintve nem csak a kultúrtörténetben, de az agrárgazdaságban sem csökkent, mert az alma a világ harmadik legjelentősebb gyümölcse. A világ harmadik legjelentősebb gyümölcse. Magyarország almatermése tudjuk jól egy átlagos évben 5-600 ezer tonna, de az elmúlt 15 évben 170 és 780 ezer tonna között is ingadozott. Minden piaci zavart, minden nehézséget gyakorlatilag ezek okoznak. A negatív időjárási hatások, különösen a tavaszi fagyok drasztikus kieséseket okoztak a hazai almatermésben, aminek következtében az évben hozzávetőlegesen 400 ezer tonna almatermés volt Magyarországon. Ennek megoszlása 270 ezer tonna ipari alma és 130 ezer tonna étkezési alma volt. Az elmúlt években a gyümölcs és ezen belül az almatermesztés érdekében a kormány célul tűzte ki a mezőgazdasági termék előállítás klímaállóvá tételét. Bölcskei úr is beszélt erről, mennyire fontos, mert nem lehet, hogy 170 ezer tonnától 780 ezer tonnáig kell kalkulálnunk. Ezt nagyon nehéz áthidalnunk. És aztán nagyon nehéz megmagyarázni a fogyasztónak, nagyon nehéz megmagyarázni a termelőnek, főleg akkor, amikor nagyon bőséges a termék, hogy rengeteget kell dolgozni, munkaerő problémája van, és borzasztó alacsony a felvásárlási ár. Tehát nagyon kell, hogy kiegyensúlyozott termelésre, kiegyensúlyozott termésre tudjunk koncentrálni. Ehhez pedig olyan termesztési technológiát kell támogatnunk, amely nyilván a koratavaszi fagyokat is ki tudja küszöbölni, és nyilván olyan biztonságot tud lehetővé tenni, amelyet tervezhetővé, szabályozhatóvá tud válni az almatermés. Nem véletlen, hogy támogatjuk mindenképpen a legkorszerűbb ültetvények létrehozását. Ebbe a jéghálótól kezdve az alsó-főső csöpögtető öntözéstől kezdve minden a legkorszerűbb, még a fajta is. Mert tudjuk jól, hogy a piacnak az igényei változnak, és nekünk meg kell tudni ennek felelni. Mert az almának tárolhatónak kell lenni, az almának piacosnak kell lenni, feldolgozhatónak kell lenni, mert ma már nem úgy van, mint az én gyerekkoromban. Ilyenkor elmentünk, megvettük a néhány mázsa almát, leraktuk a pincébe, és ettük, amíg tartott. A végét már mindenki almásbatyúnak, rétesnek sütötte, mert romlott, és akartuk menteni, ami menthető volt. De ma lemegyünk a sarki áruházba, és akarunk venni 2 darab almát. És szeretnénk, ha az szép, fényes lenne, roppanós lenne, fröccsenne belőle még a nedvesség, mert ma ezek a szokások, és ezt ki kell tudnunk elégíteni. És azt gondolom, hogy mindaz a pályázati rendszer, amit most meghirdettünk, az pontosan ezt fogja tudni kiszolgálni. Az elmúlt 5 évben arra is figyeltünk, hogy az ültetvény telepítési program által minél több almaültetvény újulhasson meg. Örömmel mondom a hazaiaknak, az idei évi pályázat keretében 885 hektár új ültetvény telepítése valósulhat meg, és örömmel látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből több mint 770 termelő pályázott sikeresen. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert a szabolcsi alma, a magyar agrárgazdaság emblematikus gyümölcse, a hazai gyümölcstermesztés fontos terméke. Tudjuk jól, hogy akár a beltartalmi értékeit lehetne most sorolni, nem fogom tenni. Csak a gazdaságra nyújtott hatását szeretném mondani. Hogy hányan élnek ebből itt, hogy mennyire fontos. És hogyha Magyarországon Szabolcsba elfagy az alma, akkor nincs Magyarországon alma. Mert alapvetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határozza meg mindazt az alma mennyiséget, amely az országban terem. Százhetvenkét évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végezték ki a magyar főtiszteket Aradon. Mennyiben volt vereség, és milyen máig ható hatása van az 1848-as, 49-es forradalomnak és szabadságharcnak? Erről kérdeztük Holmár Zoltán történészt. Október 6-a 2001 óta hivatalosa is nemzeti gyásznap, azonban jóval ezt megelőzően már gyásznapként kezelték ezt a tragikus évfordulót, hiszen 1867-ben, amikor létrejött a kiegyezés,
akkor lehetett először nyíltan megünnepelni október 6-át, legalábbis megemlékezni, mert ebből a megfogalmazásból így téves az ünneplés, hiszen nem ünnepről van szó, hanem egy megemlékezés arról a 13 bátor hazafiról, 13 honvédtisztről, akik közül 12 tábornoki rangban szolgált a szabadságharcban, egy pedig ezredesként. Az ő vértanú halálukkal adóztak a nemzet szolgálatában. A legféltettebb kincsüket, az életüket adták a szabadságért, és bár elbukott a 48-49-es forradalom és szabadságharc, ennek ellenére nem mondhatjuk magunkat vesztesnek, hiszen bár következett egy rövidebb időszak, egy szűk két évtizedes időszak, de ennek az eredménye az 1867-es kiegyezés volt, amely lehetőséget nyitott a polgárosodás felé Magyarország történetében. Eleve a Habsburg uralkodóház, így az élén Ferenc Józseffel, a fiatal uralkodóval, aki 1848. decemberében foglalta el a trónt 5. Ferdinánd után, egy fiatal, igyekezett, rátermett uralkodó benyomását kelteni az alattvalók tekintetében. Ő elejét akarta venni ennek a lázadásnak, ahogy ő nevezte, viszont a tavaszi hadját is bebizonyította, hogy egyedül nem bírja a magyar honvédsereggel, és ezért kérte a segítségét az orosz cári csapatoknak, az orosz cár segítségét, és ezzel a túlerővel szemben a magyar honvédség már nem tudott ellenállni, és ezért is bukott el a szabadsághoz, tehát katonai fölénnyel kellett szembenéznie annak a honvédseregnek, amelynek az élén az a Görgei Artúr állt, aki tulajdonképpen 30-as évei elején járt, egy fiatal rátermett tiszt, és képes volt kordában kézben tartani, koordinálni ezt a honvédsereget, amelynek a jelentős része tényleg parasztfiúkból, újoncokból állt, és ezzel is megmutatta, hogy egy olyan rátermett hadsereget, mint az osztrák hadsereget képes volt több esetben is legyőzni, visszavonulásra kényszeríteni. Az aradi vértanúk, ugye 13 szeméről van szó, illetve rajtuk kívül ugyanazon napon, október 6-án kivégezték Pesten gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A 13 aradi vértanúból, ugye ha nemzetiségi, tehát származás alapján vizsgáljuk őket, akkor 4 volt magyar, 4 német származású, volt közte Damjanics révén egy szerb, Knézics Károly révén egy horvát, ott volt akkor 2 örmény származású, és ugye Kis Ernő, illetve Lázár Vilmos, és egy osztrák is volt, Pörtenberg Ernő, hiszen ezek a példák is jól mutatják azt, hogy ezek az emberek függően attól, hogy milyen nemzetiségű, milyen nyelvűek voltak, milyen származásúak, egy közös célért tudtak küzdeni, a magyar szabadság ügyéért. És rajtuk kívül több más tábornok is raboskodott Arad börtönében a világosi fegyverletételt követően. Többek neve mellett ott volt a halálra ítélt megjelölés, például Gáspár Sándor honvédtábornok esetében is, akinek a nevét maga Ferenc József húzta ki, abban a megfontolásból, hogy ő volt egykor a lovagló tanára, tehát egy személyes indítatásból ő megmenekült a köti, illetve a golyó általi halál elől. Ugye hallottuk azt is, illetve tudunk róla, hogy a 13 kivégzettből 4 volt golyó általi, 9 pedig kötél általi halál. A kötél általi halál, kötél általi kivégzés egy megalázó módja a kivégzések, nem katonához méltó halál. Ezzel is a Habsburgok azt akarták jelezni, hogy bosszút állnak a magyar rebeliseken. Abból a megfontolásból is, hogy a Habsburgok nem tudták saját erőből leverni a szabadságharcot, hanem orosz segítséggel, és a legnagyobb szálka a szemükben az volt, hogy Világosnál nem az osztrákok előtt tették le a fegyvert, hanem az orosz cári csapatok előtt, a Paszkevics cári parancsnok seregei előtt. A 4 golyó általi halál meg azért született meg, eredetileg ők is kötél általi halálra voltak ítélve, ugye Lázár Vilmosról, Kis Ernőről, Dezsőfi Arisztidról és Svejde Józsefről van szó. Egyrészt azért, mert ketten közülük kevesebb funkciót töltött ebbe a szabadságharcban, tehát inkább adminisztratív jellegű feladatokat láttak el tábornokként. A másik két ember pedig, mint Dezsőfi Arisztid és Lázár Vilmos, pedig osztrák csapatok előtt tették le a fegyvereiket. És éppen ezért volt az a kegy hajnó részéről, hogy golyó általi halálra változtatta a kivégzés metódusát. A másik ugye mindig kérdésként merül fel, hogy hogy lehet az, hogy 12 tábornok mellett egy ezredes is volt. Ugye Lázár Vilmost azért tekintették és azért kezelték együtt a másik 12 tábornokkal, mert önálló seregtestet vezetett a szabadságharc végén. Ebből a megfontolásból a hadbíróság döntött úgy, hogy kollektíve kezeli a 12 honvédtábornokkal együtt az ő sorsát is.
A 9 kivégzett közül jelképesen Pöltenbergernővel kezdték a kivégzést, az akasztófán, hiszen ő osztrák volt. És éppen ezért az egyik leggyűlöltebb ember volt a Habsburg vezetés szemében, utoljára pedig Vécsei Károly grófot hagyták. Eredetileg Damjanich János lett volna az utolsó, mert ő törte a legtöbb borsot a Habsburgok orra alá. A Rácok ostorának is nevezték, hiszen a katonai karrierjét 48 őszén a délvidéki hadjáratokkal, délvidéki győzelmeivel kezdte meg. Szerb származása révén pont a szerbek ellen harcolt. Tehát ez is mutatja, hogy az ő szíve a magyar hazáért dobogott, a magyar ügyért tört láncsát, és azért küzdött, és nem nézte azt, hogy honnan származik. Magyar egyenruhát viselt, magyar szív dobogott benne, annak ellenére, hogy szerb határőr családnak volt a leszármazottja. Ennek ellenére Hajnó megváltoztatta a programot, és Vécsét hagyta utoljára, azért, hogy egyrészt ne tudjon elköszönni a társaitól, élő voltukban. Másrészt a Vécsei család, amely lojális volt a Habsburg uralkodóház felé, ők maguk kérték azt, hogy a legnagyobb büntetés mérjék Vécseire, a saját apja, többek között Vécsei Ágoston testőr kapitány kérte azt, hogy a fiával a legkeményebben járjanak a Habsburgok, éppen ezért hagyták Vécsei grófot utoljára a Bitófán, és mivel nem volt kitől elbúcsúznia, az előtte, utolsó előtteként felakasztott Damjanich János előtt letérdelt a holttest előtt, és megcsókolta a kezét. Kállai Ödön az egyik nagy büszkesége volt a családnak, ugye ő a család napkori ágához tartozott, 1815-ben született, és 1879-ben hunyt el. Kossuth közvetlen híveként tartották számon, Széchenyi Istvánt is személyesen ismerte, tehát a 48-as eszméknek volt ő a híve, és kormánybiztosként, illetve nemzetőr parancsnokként szolgált 1848-49-ben. Ő is fogságba került a szabadságharc leverését követően, sőt, őt is ki akarták végezni, de végül Hajnó megkegyelmezett neki 1850-ben. Ugye 1850 az az év, amikor több honvédtiszt esetében is, így az ő esetében is, kegyelemre módosították, tehát amnestiát kaptak, több honvédtiszt elkerülte a végzetes sorsot. Ez nem jelenti azt, hogy hirtelen jó szívűvé váltak a megtorlóink, hanem egyszerű nemzetközi nyomásra, abból a megfontolásból döntöttek így, hogy ne állítsa be magukat a Habsburgok is túl brutálisnak, hiszen már az aradi vértanú kivégzését követően is hatalmas nemzetközi sajtóvisszhangja volt, sőt Palmerston angol miniszterelnök is bírálta a bécsi követet, elmondta nekik, hogy a legbarbárabb nemzet a Európában az osztrák. Tehát az angolok nagyon nem szerették a Habsburgokat, erre jó példa, hogy Hajnau, aki ugye megkegyelmezett végül Kállai Ödönnek is, egy angol sörgyárban felismerték 1850-ben is, meg is verték. Meg kellett futamodnia, kénytelen volt menekülni, mert különben meglincselték volna az angolok. Tehát nem volt népszerű sem ő, sem az uralkodó ebben az időszakban Európában. Kállai Ödön is így úszta meg az akasztófát, visszavonult egy időben a politikai élettől, majd a kiegyezés idején megmaradt végig ebben az időszakban is 48-as politikusnak, és 1861-ben, amikor a magyar király koronázták Ferenc Józsefet, akkor ő hat politikus társával együtt Cinkotára vonult vissza, mint egy nem tetszési tiltakozását fejezve ki ennek az aktusnak, ennek a procedúrának, és ezért aggatta rájuk az utókor a 7 cinkotai kuruc elnevezést, hiszen ők nem tették tiszteletüket Ferenc József magyar királynak koronázása alkalmából. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Addig is köszönjük a figyelmüket. Viszontlátásra!